most azt találta ki, hogy azt csináljuk, amit gyerekkorunkban a szüleink csináltak. Gondoskodó szülők adtak nekünk olyan ételt, ami elvileg, ha jól emlékszem, desszertként is működött, nem? Vagy te desszertként etted, vagy csak amikor toronggyulladás volt, vagy beteg voltál? Nem tudom, mi dugtad el egyébként. Tojásról beszélünk. Tojás. Nyers tojásról. És amikor fájt a torkunk, akkor a nyers tojás sárgáját cukorral kikeverve fogyasztottuk. Én is, igen. Meg te is. És én is, amikor fájt a torkom. Igen. De így szerintem amúgy is, mert én mindig is édesszájú voltam. Szerettem, igen. És én most nem eszek cukrot, szinte semmi, ez még tejához se, de ez most kivételesen, hogy ez így készül, nem tudom kikerülni, én is cukorra fogom keverni. Bár tragédia. Lehetne mézzel is, de azt szerintem akkor nem lesz olyan habos, vagy olyan érdekes, meg nem lesz annyira, mint amilyen régen volt a gyerekkorunkban. És ez tényleg nagyon finom, de miért? És ráadásul tuti, hogy ez az íz 100%-os lesz, olyan lesz, mint amikor picit voltunk, mert hogy a tojás az annyira nem változott valószínűleg, meg a cukor se. Ez olyan jó mutat így, tojás. Igen. Egy tojás, két tojás, és nyersen fogjuk megenni a tojássárgát, és érdekes, akkoriban régen nem volt szalmonellás problémák, meg nem volt szalmonellát talanított tojás a boltban, nem? Nem sőt, volt olyan. Nem volt mindig tyúk, meg tojás. Igen. Volt ez a, melyik volt előbb a tyúk, vagy a tojás, vagy a szalmonella. Igen. Úgyhogy... Én csinálom közben, mixoz. Feltöri a tojást. Azt még fogdost, kicsit meleg, igen. És hát, ha ki kell addig. Feltöri a tojás, amit mindig pulton, vagy de deszkán... Nem ezen a pulton, de ja. Törjük fel, nem pedig a tál szélén. Várja, mert ezen nem tudom feltörni. Mert... Ez egy ilyen laza, villegős asztal. Akkora szét fog locsanni az agyvelejem mindjárt. Nem... Tudod mit? Üssel ide. De az féltem. Nem baj. Üssel, aranyos... nem lesz baja neki. Aranyos kis tál. Pukka, nincs neki oda egy. És tényleg. Jó. És a tojás sárgáját... De nem töröd le? Nem. Mindegy majd. A tojás sárgáját külön választjuk a fehérjétől, és csak a sárgáját esszük meg nyersen cukorral kikeverve. A fehérje pedig tökéletes desszert. Hát akár az is. Lehet belőle például gyümölcskenyeret lehet belőle készíteni, csak tojásfehérjéből, meg egy-két hozzávalóból. Illetve reggelire fogyasszuk majd el tükör tojás mellé. Sikerült fordítva csinálnom a tálba, de mindegy, most már akkor nagyba csinálom. A nagyba kevered ki, mert hogy fordítva akarta. Egy fehérjével több kerül a tükör tojás mellé, az nem probléma. Csak a sárgáját, a nyers tojás sárgáját fogjuk megenni. Várjál, mert törölköznöm kell. Adok mindjárt. Egy tojás kettőt. Mindjárt mondom, csak megtörölközök, mert tiszta izé minden. És kíváncsiak vagyunk, lettem. Hogy hányan leszünk ott lent, akik erre emlékeznek, illetve fogyasztottak tojássárgáját nyersen, és még mostanában is fogyasztanak, vagy hogyha nem fogyasztottak, most ezt látva megkívánják és fogyasztani fogják. Hogy megmered-e kóstolni? Igen. Röviden. Nem eltartasz a szalmonellától, meg egyéb ilyen okosságoktól, mert én nagyon, olvasni, de nem ezen a téren. De, most komolyan. Ki fog derülni mindjárt pillanatokon belül, hogy milyen lesz a tojás sárgája kikeverve cukorral. Még egy párszor elmondod. És hogyha illabilis, nem stabil asztalunk van, mint ez a kis műanyag, akkor a látható módon könnyen feltörhető egy bögre alján, vagy pedig a tálka alján a tojás. De soha nem az élén a tálnak, mert szillánkosra törik, vagy még bele is esik a darabja, meg egyéb problémák történhetnek. Meg te amúgy is nem szereted, hogyha közvetlenül a süteménybe, vagy lisztbe, vagy akármibe. Igen. Jaj, ez kipukkant, várjál. Nem baj, hogyha nem folyik el, akkor az jó lesz. Lényeg, hogy a fehérje az külön választva. Na, kérem, és hogy mennyi cukorral kevered el a tojássárgáját? Fogalmam nincs, mert én nem emlékszem. Szerintem majd adagoljuk hozzá. Olyan emlék megvan, hogy ilyen nagyon habos, nagyon krémes, szerű. Nem az kell nekem. Hol az a nagy kanál, olyat nincs? Na, azt nem hoztam. Hozok egy olyan nagy kanál. Fontos neki a hosszú kanál. Hosszú kanál. De ez beleér, jó ez. Jó? Jó. De nekem ezt kell. Ezt szemléltem ki. Neki az kell. What? Mindenekem jó ez. Tessék. És tojás szerintem sárgája. Hát ezt most nem... nyersen.
nyers tojássárgája. Kérlek szépen, a cukort. Várjál, megpakolok innen. Cukortot. Ezt meg akkor megcsináljuk ilyen tükörtojásnak sárgája nélkül. Így van. Az kész, nem? Vacsorára. Hát azt szoktuk is, amikor így olyan süti van, amivel csak a fehérje nem kell. Na mennyit rakjak? Egy ilyet? Szerintem egy olyan... Ez egy ilyen kávéskanálszerű, kicsit nagyobb. Kettő kávéskanál. Hát tegyed ide, ez egy kávéskanál, vagy ez ilyen koktélkanál. Hát tudod, ez így egy. Hát olyan másfél-kettő kávés, menjen. Ezt még, így, akkor ezt ilyen egy rózsaszínnek vesszük, azt igen. Akkor még rakunk, ha... És ezt addig kevergetjük, amikor már jó habos lesz, akkor jó lesz. De ez tényleg, várják, hogy mutassam. Lefelolvad a cukor talán, ugye? Igen. Tojássárga a cukorra. Na, megmered enni? Mi baromi önfeláldozó módon most megmutatjuk, hogy ez ehető. Szagolgatni nem kell, mert nem a illatáról lesz vonzó. És ha gyerekként szerettük, imádtuk, most kiderül, hogy olyan jó 30 éve később ugyanazok az ízlelő bimbóink, amik megvannak, de már átalakulnak idővel az embernek az idő múlásával. Tudományos rovatunk következik. Igen, így szúrnám be azt, hogyha például 20 évvel ezelőtt valamit nem szerettél, akkor azt nyugodtan kóstold meg 20 éve később, mert lehet, hogy szeretni fogod. Na jó. Mellettem van egy élő példa. Meg ja. Én mellettem is, mert én is voltam itt például. Én nem ezt akartam mondani, hanem tudományos rovatunkban szeretném most elmondani azt, hogy állítólag a gyerekkorban azért eszünk sok csokit, mert akkor még az ízlelő bimbóink fejlődnek, és akkor még nagyobb szükségünk van az ilyen nehéznek nevezett élelmiszerekre vagy ételekre. Aztán ahogy az idő múlik, ez úgy nem annyira olyan már az ember ízlelő bimbója, és időskorban már megint az van, hogy az idősek azért szeretik nagyon az édességet, mert őnekik is... Hát ugye a korral járó dolgok veszítenek az ízlelő bimbóikból. Van, folyamatosan átalakulunk, változunk, és érdemes mindig próbálkozni. Mert nagyon sok olyan volt, amit nem ettem meg gyerekként, viszont meg... Folyton beledumál a telefonod. Nagyon népszerű lehet. Kérek szépen még cukrot, mert szerintem bőven kell, mert ez még nem annyira habos. Így állunk. Így állunk. De nem tudom, mert akkor kifolyik, szóval ilyen. Kell még bőven, mert... Sokkal zörgősebbre emlékszem, amikor kevertem. De hol nekem kevertem, is így recsegben a cukor. Ez inkább cukor kell. Rakjál még egyet, úgy se eszem a cukrot, meg nem iszom. Úgy nyomja most be. Most evett sütemény. Ebből sokat nem lehet fogyasztani, pont miért? Azért, mert hogy a cukor miatt, meg hát azért ez olyan sok-sok cukor. Szerintem még ennél is több volt. Már olyan sokkal krémesen. Ilyen habos a történet. Ilyen habos, krémes felvénye. De nem tudom, miért vered úgy fel, mintha rántottát csinálnál. De ne nézd nekem, milyen ilyen lágyabb. Aha. Lehet, hogy belekerült a fehérje is. Hát azért? Az lehet, mert mondom, egyik el volt izélve. Akkor kiderül, hogy egy pici fehérje. Nem néztem, hogy volt-e fehérje hozzám, a tiéd tényleg krémes. Hát de te agyon vered. Igen? Hát nem kell agyon, nem rántottam. Lágyon. Illata az már egyre jobb. Érzem. Olyan illata? Kezd hasonlani. Én nem merem megszagolni. Aha, kezd olyan én lenni, nem merem ez már hasonló. Meg utálom a nyers tojás szagát. De még mindig kell cukor bele, figyelj, mert szerintem ez sűrű. Figyelj, ezt arrébb rakom, és közelebb viszem, amit csinálom. Jó, de még kérek szépen cukrot bele. Biztos? Nem az van, hogy tényleg belekerült a héja? Nem. Hát biztos? Egy olyan felett csak, nem sokat. Meg lesz a havi cukorodabban. Szerintem az éves is. Kávéba se kiszik cukrot, semmi. És hogyha már... Ilyen a történet jelenleg. Ilyen nagyon de tudod, habos. Tudod, ilyen habos az egész. Igen. Vajon ízleni fog 30 éve később is? Igen. Torokgyulladás nincsen, torkunk nem fáj, de tél van, megelőzésnek is de jó. Nekem tudod, mi ugrott még be? Volt ugyanúgy gyerekkoromban, ugyanúgy ilyen torokizé kapcsán, hogy azt hiszem a gyógyszert, vagy nem tudom, volt ilyen karamell, tehát ilyen
Valami karamelles valamit csináltak, amivel bevonták a gyógyszert, hogy hát ne nyeljen. Nem, már simán izélt a cukrot, kikaramellizáltuk, és akkor magyaróval vagy dióval. Az van is. Neki egy neve, ilyen... Nem a grillás? Az valami hasonló, igen, a cukor kiolvasztva, és akkor ilyen barna törhet, olyan, mint a csoki szelet lett csinálva belőle. És azt, ilyen azt szeletet mi nem csináltunk, de tudom, mit mondasz, mert volt, aki szomszédban. Talán sütőbe, vagy hol volt kisütve utána, nem tudom. Én csak tűzhelyes ilyen emlékem. Vagy tűzhelyes? Van. Nem, nekem ez a karamell, hogy így bele volt forgatva, vagy gyógyszer, vagy valami mogyoró, nem tudom, valami ilyen volt még. De nem emlékszem már. Azt tudom, hogy a gyógyszerre is volt valamilyen. Hát ott sok könyörgés, hogy nekem az lemenjen a tor. Sőt, én például a kanalas gyógyszert meg se ittam. Soha. Soha. Anyukám mindig külön intézte, hogy tablettát kapjak, mert azt én nem iszom meg. Mutatom a kóstolást. Én szerintem már meg vagyok ilyen nagyon habos, levegős. Közelről mutassad az arckifejezésedet, hogy lássák, hogy nem tudom, tehát, hogy majd kiderül, hogy milyen. Hogy lássák? Akkor gyere te is úgy, hogy de én is. Benne vagyok. Beleszagoltam. De nem tudom már, merjem-e már. Ennyi lett belőle. Szerintem merem én is. És hogy milyen ízű, édes valószínűleg, nem? Hát cukor van benne, más doppergés. Nem lehet. Doppergés. Doppergés? Ja. Nézzük. Tényleg folyékonynak tűnik a tiéd. Ez az. Ez finom. Ez az, ami... Olyan? Az, aha, ez olyan. Hiába telt el 30 év, ez még mindig olyan. Felelevenedtek az emlékeid? Az ízemlékeid? Na, elővesszük a kis autót, utána azt tologatjuk meg. Te mit csináltál? Gyorsan mondjál. Barbiztam. Barbiztán, akkor Barbie nincsen, de kis autó talán van. És Szandit hallgattam. Visszamegyünk gyerekkorba. Ja, nem, azt már később. Miért ne lehetnénk gyerekek most is? Na, én is megkóstolom. Így állunk. Finom. Nagyon finom. Édes. Állítólag egészséges. Hogy mitől, azt nem tudom. Ha jól azt láttam, én... még akik énekesek, figyelj, azok is szokták fogyasztani, mert a hangjuk sokkal jobb lesz. Hát te aztán főleg fogod szeretni, mert hogy... Finom. Természetes gyógyszer. Ha fáj a torkod, akkor nagyon jó. Mutasd a torkod. Ha a torkod itt fáj, innentől így idáig, akkor ez de a... De tudod, miért fáj az ő torka? Tudod, miért fáj? Ettől, öcsém, nem. Mert oda lelóg. Ez védi meg, ezért nem lesz torokbajom, mert megvédi a torkomat, a hideg szellőtől, ahogy jön, áramlik, így lecsapódik, nem éri el a torkomat. Nem sálat használok, hanem szakhálat. Ja. Na, ugye, hogy jó? Ezt így simán be lehet tolni, hallod, ez annyira finom. Csináld meg, készítsd el, áruld el, hogy te ettél korábban, és ha áruld igen, el. Mikor csináld meg, és áruld el. Utoljára, és mikor fogsz legközelebb enni. És hogyha megkóstoltad 30 évvel később, akkor ugyanúgy ízlik el, mint most. Hogy állítólag, ha minél idősebbek leszünk, annál inkább visszajön az az érzés, hogy az édeset kívánjuk. Igen, mert ahogy az előbb mondtam, mert a biológiai igen, folyamatok. Igen, erről beszéltem. Illetve... Az emlékek mindig feljönnek, hogyha valami olyat eszel, legalábbis nekem, meg neked is így szokott lenni, ha valamit nagyon régen ettél és visszajönnek. Tehát ez egy ilyen jó memória frissítő is egyben, hogyha valami nagyon régen ettél nagyon valamit. Amúgy. Én mondtam, hogy édes szájú látszik, vagyok. Látszik, hogy jobban szereti az édest. Most ezt a műveletet, amit most még lehetne csinálni, azt kihagyom. Szóval majd így kamerán kívül. Ja, amúgy nekem a zenétől szokott nagyon előjönni előjönni az emlékek. A zenétől szoktak. Főleg. Ez édes. De finom. Már édes. De az nem is látja, hogy most te nagyon hogy eszed, vagy mennyit eszed. Egészségesnek érezhetjük magunkat. Meg jól lakottnak. Tojássárgája nyersen, cukorral kikeverve. Ilyen habosra.
Nagyon finom. Nagyon finom. Most meg egy, megyünk és eszünk sütit. Ah! Hát még good! Rá.